Továbbra is jelentős a szegregátumban élők aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezért is döntött úgy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, hogy a szegénység és a munkanélküliség visszaszorítása érdekében újabb településekkel köt partnerséget a megyében. Egyik ennek Gáva Vencsellő, amely az országos képzési évnyitónak adott otthont szerda délelőtt. Az eseményen a megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a fennálló problémák visszaszorításához közös szerepvállalásra van szükség. A felzárkóztatásban érintett csoportnak is, romáknak, nem romáknak is el kell hinnie, és nekünk is el kell hinni, hogy ez a megoldásra váró feladat, ez a pozitív megfogalmazása ennek, ez nem csak a romák ügye, hanem az egész magyar társadalom ügye. Magyarországon Európa szerte egyedülálló képzési rendszer jött létre, ezt már a felzárkózásért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta beszédében. Langerni Viktor Katalin kifejtette, az elmúlt 10 évben sikerült elérni azt, hogy kisgyermekkortól egészen a diploma megszerzéséig támogatni tudják a hátrányos helyzetben élők oktatását és társadalomba való beilleszkedését. 570 olyan óvodát segítünk esélyteremtő óvodaprogrammal, ami több mint 20 000 gyereket fogad be. Esélyteremtő óvodaprogramban játékokat, felszereléseket és megfelelő képzéseket kapnak a pedagógusok. 570 ilyen óvoda van az országban. Utána elindul a gyermek az iskolába, és az iskolában a tanulás mellé segítségül adjuk a tanodákat. Délután megfogjuk a kezüket, és segítünk nekik abban, hogy a másnapra fölkészüljenek. 185 hazai finanszírozásból támogatott tanoda van, ez 5200 gyereket jelent. A fiatalok támogatása mellett a felnőtt képzés is jelentős hangsúlyt kap, tette hozzá a helyettes államtitkár. A Nő az Esélyprogram keretében az elmúlt egy évben közel 1000 roma nő szerzett OK és bizonyítványt, több mint 90%-uk pedig azonnal munkát tudott vállalni a szociális szférában. Az elmúlt 10 évben létrehozott képzéseknek köszönhetően összesen 908 000-rel csökkent a szegénységben élők száma. Amit vállaltunk, azt túl teljesítettük. Dupla annyival sikerült csökkenteni a szegénységben élők számát, mint amit mi 2010-ben kigondoltunk. 2010-ben, amikor sokan azt gondolták, hogy ez akár lehetetlen is lehet. Sok kritikát kapott a vállalás, sok kritikát kaptak azok az intézkedések, amelyek újszerűek voltak. Újszerű volt egy biztos kezdett gyerekháznak a továbbvitele és fejlesztése, újszerű volt az Aktívan a Tudásért program, vagy újszerű volt a Nő az Esélyprogram, amelyben azt vállaltuk, hogy a képzést a foglalkoztatásba helyezzük. Tehát a munka keretében tanítjuk meg az embereket, hogy mi vár rájuk és mi szükséges. A főigazgató hozzátette, a most induló képzési időszakban országosan összesen 600 képzést indít el a főigazgatóság, ebben közel 10 000 fő bevonását tervezik. Megyénk érintettsége továbbra is jelentős, így arányaiban ez a régió kapja a legtöbb támogatást, melynek keretében 1000 hátrányos helyzetben élő vehet részt a meghirdetett képzéseken. Változás továbbá, hogy az állam a jövőben megélhetési támogatást is biztosít a programokban résztvevőknek. Ennek maximuma a közfoglalkoztatási minimálbér lehet, a támogatás mértékét azonban minden esetben a képzéseken elért teljesítmény határozza majd meg.